Két hete kezdték a Szova munkatársai a Hétszínvirág óvoda és a Bem József utca 27 közötti járda felújítását. Három szakaszt építenek át 200 négyzetméteren. Cserélik a 40 évvel ezelőtt lerakott betonlapokat, így biztonságosan közlekedhetnek majd az óvodába bölcsődébe tartó családok. A reggeli és délutáni órákban legnagyobb itt a forgalom. A lakók képviselői fogadóórán többször is jelezték, hogy szükséges lenne a felújítás, mondta el a körzet képviselője. A város több pontján is megújulnak a betonlapos járdák. A Rumirajki István utcában és a Szabadnép utcában már befejeződtek a munkák. A Tamási áron, a Holtsugár, a Vénusz utcában és a Külső Pozsonyi úton hasonló korszerűsítés folyik. Ezeknek a betonlapos járdáknak a felújításának a költsége, ez nyilvánvalóan jóval olcsóbb, mint egy aszfaltos felújítás. Körülbelül olyan több százezres tételben, max. 1 millió forintokban lehet összegezni ezeket a felújításokat. Itt ugyanúgy történnek egyébként alapzati munkák, tehát azt lehet is látni, hogy betonozva van az alatta lévő terület. Ceglédi Csaba elmondta, szeretné elérni, hogy megújuljon a Szűrcsapó 27-41 előtti járda is. Ugyan parkolóépítésre a szűkös költségvetési helyzet miatt idén nincs lehetőség, elkészültek a régi BEM buszforduló helyére szánt parkoló tervei. Költségét 45-50 millió forintra becsülik. Rengeteg pénz kellene már most elkölteni a járdákra meg az utakra. Úgyhogy bízom benne, hogy egyszer majd akár uniós, akár kormányzati forrásból lesz egy komplett városrész felújítás Szombathelyen. Top forrásból kerékpárút épül a Dómusz és a Váci Mihály utca között, a kivitelező felvonult a területen. A befejezési határidő június, de akár már tavaszra elkészülhet. A meglévő járdán és szervizúton lesz kerékpáros és gyalogos nyomvonal. László Győző alpolgármester a körzet korábbi képviselőjeként kíséri figyelemmel a fejlesztéseket. Elkezdődött a várva várt kerékpárút kivitelezése is, ami a Dómuszt köti össze a Váci Mihály utcával. Ez az itt élőknek régi igénye volt, de megvalósult a Perintparti sétány rekonstrukciójának második üteme. A kormányzati elvonások és a járványhelyzet miatt fejlesztések szempontjából nehéz év lesz az idei, de a város üzemeltetést próbálják fenntartani. Arra törekszenek, hogy az út- és járdahálózatot a lehetőségek szerint javítsák. Nem tesznek különbséget a körzetek között politikai színezet alapján, ott dolgoznak, ahol erre szükség van, hangzott el a sajtótájékoztatón.